Tavaly évvégén néhány szárnyas elpusztult, majd miután a temerini Minizó állatkár tulajdonosa kihívta az állatorvosokat, megállapították, hogy a madárinfluenza ütötte fel a fejét, így kénytelenek voltak az összes madarat leölni, fogalmazott Kis Katarina. 30 év munkája veszett kárba. Mindenki sajnálja, hiszen gyerekek jártak ide megtekinteni az állatokat. Hívnak telefonon, biztosítanak a támogatásukról, de itt, a környéken tényleg nincs hasonló hely, ahová a szülők eljöhetnek a gyermekekkel, hogy élőben megnézhessék az állatokat. Egyes récefélék szabadon mozogtak, kirepülhettek az állatkert területéről. Gyakran érintkeztek vadmadarakkal is, és valószínű, hogy így hozták be a madárinfluenzát, fogalmazott Balog István. Ezen kívül egyes udvarokban is megjelent a vírus, emiatt több baromfit is le kellett ölni, tette hozzá a helyi madarász. Sajnos minden madarat el kellett pusztítani, ugyanis megjelent a madárinfluenza, legelőször a hattyúkon vették észre, de hát később a más úszó madarak, tehát vízi madaraknál és a különféle récéknél, ludaknál, és akkor az újvidéki állategészségügyi intézetből jöttek ki összefogdosni a madarakat, és sajnos hát több száz madarat meg kellett semmisíteni. Közösségi oldalakon többen elkezdtek adományt gyűjteni a temerini Minizó állatkertnek. A Vojvodinom Uzsivo elnevezésű közösségi oldal szerkesztője több mint 27 ezer dinárt gyűjtött össze erre a célra. Mivel a Vojvodinom Uzsivo Instagram oldal működtetője vagyok, és mintegy 15 ezer követőm van, elhatároztam, hogy belekezdek ebbe az akcióba. Sokan jelentkeztek, hogy adakoznának, és megosztották a hirdetést a saját közösségi oldalukon. Összesen 35 adomány érkezett be. Voltak, akik 100, 200, de akár néhány ezer dinárt is adtak, így összesen 27.500 dinárt gyűlt össze. Az állatkert tulajdonosa szeretné újra állatokkal megtölteni a területet, ezért minden adományt és segítséget szívesen fogad.